Cirkuszi attrakciót gyakorolnak a gyerekek, nem is ment rosszul a mutatvány, pedig csak stábunk kedvéért próbálkoztak meg vele. Második hete igazán cirkuszi a hangulat a marcalvárosi kiserdőben, ahol három turnusban összesen 360 gyerek építőtáborozik. Nagyon örülünk, hogy a második hétnek az utolsó felén is már azt gondoljuk, hogy teljes szimbiózisban tudunk működni 130 emberként. Újabb épületek és újabb emelvények és a cirkuszhoz tartozó dolgokkal bővültünk, lett pénztárunk, egy felhőcukrászda is megépült, cirkuszi kocsi épült, bővült a nézőterünk, a porondunk és az állati domárok és a bűvészek is kitettek magukért. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy tulajdonképpen zökkenőmentesen a meleg kivételével zajlik a táborunk, nagyon jól tudunk együtt gondolkodni, és a hétvégére egy fantasztikus showt is összerakunk. Ezen a héten is, és múlt héten ez pedig egy frenetikusan sikerült. Az első hét remekül sikerült, múlt pénteken káprázatos bemutatót láthattak a gyerekeikre kíváncsi szülők. A cirkuszi téma nagyon bejött a fiataloknak, akiket a hőség se igazán zavar, szinte meg sem állnak a különböző foglalkozásokon. Szerintem senki nem gondolta, hogy péntekre ez ennyire összeáll, talán még mi sem. A szülők nagyon jó fejek voltak, nagyon-nagyon tudták biztatni a saját gyerekeiket. Egy egész kerek műsort tudtunk nekik biztosítani, és természetesen nekik is elmondtuk, hogy tulajdonképpen itt mit láthatnak, mi a lényeg, körbevezettük őket, és mindenki nagyon jól vette a lapot. Voltak bűvészeink, voltak ott is állati domáraink, illúzionista mutatványokat láttak, kártyatrükköket, akrobatikus mutatványokat. Ezen a héten pedig bővülünk egy zenekarral is, egy cirkuszi zenekarral. A tábor nem titkolt célja az is, hogy elhitessék a gyerekekkel, bárki bármire képes lehet, ha tényleg akarja, és hogy nem kell mindent olyan véresen, komolyan venni a mindennapi életben. Némi lazaságra is tanít az idei építőtábor. Nekünk a világszám az volt, és ezt el is igyekeztem mondani a táborzáron, hogy az a kisgyerek, aki első nap szorongva, táskáját nem elengedve érkezik ide hozzánk a táborba, az pénteken gyakorlatilag haza sem akar lenni, és másik három barátját viszi haza, ennél nagyobb jutalom nekünk nem kell. Jövő héten a harmadik turnussal zárul Győr évek óta legnépszerűbb nyári tábora. Jövő pénteken látványos cirkuszi show várja majd a szülőket. A nem hivatalos záró előadásra pedig a Győr Plusz is meghívást kapott, így természetesen mi is beszámolunk majd a táborzárásról.